süt a nap valahol rá. Július utolsó hétvégéjén Jazz Fresh címmel új rendezvény mutatkozik be Keszthelyen. A különleges balatonparti helyszínen a kellemes jazz muzsikát három napon át borkóstolók és gasztronómiai különlegességek kísérik. További információ honlapunkon. Július 25-től 27-ig Hévízen a blues kedvelő közönség három napon át a hazai blues zene legrangosabb képviselőivel találkozhat a Deák téri nagyszínpadon. Fellép többek között Deák Bill Gyula és a Blues Bell, a rendezvénysorozatra a koronát pedig Roda Scott koncertje teszi fel. További információ az intézmény honlapján. 15. évadát éri a Keszthelyi nyári játékok sorozata, idén 13 estén át a Függöny fel című előadást láthatják a nézők a Festetics Kastély parkjában. Bővebb információ, jegyrendelés a képen látható honlapon. Gyönyörű a kastély, hangulatos, szeretem. Finom sörökkel, ízletes ételekkel és hangulatos programokkal készült Cserszeg Tomaja 8. sörnapokra. Fellép többek között Farkas Gergő és Kacor Feri. Részletek a település honlapján. A keszthelyi Georgikon Major történeti kiállítóhely idén 9. alkalommal rendezi meg a Major Béli gép találkozót. Az aratási időszakban zajló, hangulatos rendezvényre július 26-án szombaton kerül sor a Festetics György által alapított 2 hektáros területű műemléki majorban. További információ honlapunkon. Délelőtt a szabad edzéseken, délután a versenyfutamokon szurkolhatunk július 27-én vasárnap a Ronsderby országos bajnokságon Gyenesdiáson. A sportrendezvény egész nap látványos programokat ígér a gyenesdiási offroad pályán, a Szoroshadi útnál. További információ a képen látható honlapon. 17 eredeti munkácsi festmény, 6 eredeti grafika, számos másolat, személyes tárgyak és relikviák tekinthetők meg a Hévízi Múzeum termeiben. A kiállítás a pákgyűjtemény, a Békés Csabai Munkácsi Múzeum, valamint a pécsi Janus Pannonius Múzeum anyagába enged betekintést. Látogatható a hét mindennapján 10-től 20 óráig. A belépőjegy ára 800 forint. További információ a Művelődési Központ honlapján.